A híres híreket látják kedden este 19 órakor. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat röviden. Iskola kezdésre visszaáll a forgalmi rend és feloldják a tilalmakat az aluljárónál. Több mint 250 millió forintból újítják fel a Vacsi közt a Sosztakovics utcáig. Idén 54 újabb földterület értékesítését hirdeti meg a Kikfor Kft. Tanév kezdésre visszaáll a forgalmi rend a Bem utcai körforgalomnál. Pár napja megkezdődött a csomópont aszfaltozása az aluljárónál, így iskola kezdésre már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. A Bem utcai körforgalom egyik ívén több, a másikon egyelőre kevesebb az aszfaltréteg, de nagyon jó ütemben halad az építkezés. A Szolnoki úti aluljárónál épülő turbó körforgalom befejezése hivatalosan 2019. december 31, de jóval hamarabb elkészül vele a Kolasz ZRT. Az aszfaltrétegeket az augusztus 20-i hosszú hétvége után kezdték felvinni. Készen van a legtöbb korlát és térkővel lerakott felület, beleértve az aluljáró mellett futó kerékpárutat és a szervízutat is. Jelenleg csak autóbuszok és taxik hajthatnak be a körforgalomba, lámpás irányítással váltakozó oldalú terelés mellett. Iskola kezdésre azonban már mindenki birtokba veheti az új csomópontot. Láda Péter mérnök, a beruházás építés vezetője elmondta, a hétvégére befejeződik az aszfaltozás, és a héten a sávelválasztó süveggömböket, valamint az útfelfestéseket és a szükséges táblákat helyezik ki. A szeptember 2-ai iskola kezdésre zavartalanul indulhat meg a forgalom a csomópontban. Hozzátette, ezzel még nem készül el teljesen a körforgalom, de szeptember végéig elvégzik a fennmaradó kisebb munkákat is. Ezek a forgalmat nem fogják zavarni. Kecskemét önkormányzata a beruházásra több mint 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt célja a kétsávos turbókörforgalom mellett a biztonságos, gyalogos és kerékpáros áthaladás megoldása. A folyamatosabb forgalom lebonyolódás mellett várhatóan csökkennek a környezeti ártalmak, a zaj és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos időveszteség és a közlekedési költség is csökken. Több mint 250 millió forint értékű felújítás kezdődik a Vacsi közben. Az utat 1 kilométeres szakaszon a Betlen körúttól a Sosztakovics utcáig állítják helyre. A mai napon megkezdték a Vacsi köz útburkolatának felújítását. A 263 millió forintos kivitelezés során, melyet Kecskemét önkormányzata saját költségvetésből biztosít, lemarják az aszfalt burkolat felső rétegét, szükség szerint megerősítik az útlapot és szintre építik a kapubehajtókat. Elbontják teljes hosszon a sűjesztett és kiemelt szegélyt, elkészítik az aszfalt kötő és kopó rétegét, rendezik a patkát, szintre emelik a víznyelő és egyéb úttesten lévő közműaknákat, valamint felfestik a burkolati jeleket. A felújítás miatt a Vacsi közön szakaszos útlezárásokra lehet majd számítani. A 16-os számú helyi autóbusz a megszokott menetrend szerint közlekedik a kivitelezés ideje alatt is. A munkálatok várhatóan november végén fejeződnek be. Egyre több család vásárolt elket Kadafalván. Az elmúlt években eddig 80 közművesített elket adtak át, ebben az évben pedig 54 újabb földterület értékesítését hirdeti meg az önkormányzati földterületeket kezelő Kikfor Kft. 2017-ben kezdődött meg az önkormányzat által értékesítésre kijelölt telkek kialakítása Kadafalván. A Kikfor Kft. Eddig 80 teljesen közművesített területet adott át a Mókus utca 1. és 2., illetve a Harkály utca 1. ütemében. Azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, élhető környezet fogott kialakulni. Aki szereti a csendet, a város zajától egy picit elvonulni, annak ez ideális terület. Jelenleg a Harkály utca 2. ütemén dolgoznak, amely összesen 54 új telket jelent. Mindegyik terület meghaladja 900 négyzetmétert. Ezek a teljes közművesítés után kerülnek értékesítésre. Várhatóan az év végére tudja a Kft. Meghirdetni a telkeket. Az önkormányzati telkek jelenleg annyira keresettek, hogy pár hónapon belül elkelnek. Még nem hirdettük ezeket a telkeket, de már több mint 20 olyan érdeklődő járt nálunk, akik valamilyen szinten gondolkodnak ilyen telekvásárlásban.
Minde Imre László, a Kikfor Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, eddigi számításaik szerint az értékesítési ár nem fogja meghaladni a 8 millió forintot. Azon családok esetében, akik 1, 2 vagy 3 gyermeket nevelnek, ott 10-20 vagy maximum 30%-os kedvezményt lehet igénybe venni. Az ügyvezető igazgató zárásképp elmondta, az 54 új földterület mellett 2 közpark is ki lesz alakítva. Stábunk ingatlanosokat keresett meg, akik elmondták, hogy az ilyen típusú építési területek nagyon kedveltek a kiscsaládosok körében, az elhelyezkedés és az ár miatt is, hiszen míg az önkormányzati területek körülbelül 8000 forintba kerülnek négyzetméterenként, addig Kecskemét központjához közel 60-70 ezer forintot is meghaladja négyzetméterenként az összeg, és a környezet is csendesebb a külvárosokban. Már csak egy hét és kezdetét veszi a 2019-2020-as tanév. Az intézmények felkészültek, a tankönyvek megérkeztek, amiket a napokban ki is osztanak a diákoknak. Szépen rajzolnak. Szép színes tankönyvek várják idén is a diákokat. A tanulók között sokan vannak, akik már nagyon várják a tanévet. A nyolcadikosok kémia könyve például igazán izgalmasnak bizonyul. A kecskeméti belvárosi Zrínyi Ilona általános iskolában névre szólóan már összeállították a csomagokat, amelyekért sorba állnak a gyerekek és szüleik. Az intézményben idén már minden tankönyv ingyenes. Jelenleg 620 tanulót várunk vissza szeptember 2-án a tanévnyitóra. A tankönyv osztással kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy minden készen áll, várjuk a tanulókat és szüleiket, hogy átvegyék. Jelenleg 8300 tankönyv érkezett közel, és ezen kívül 3300 tankönyv az, amelyik tartós és könyvtári. Az igazgató elmondta, hogy a napokban minden tankönyvet átadnak. A kecskeméti iskolákban többnyire már elkezdődött a csomagok osztása, de van olyan intézmény, ahol az első tanítási napon kapják meg a diákok a könyveket. Új iskolát alapítottak a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda általános iskolából kilépő pedagógusok és szülők. Márciusban robbant ki a botrány az intézmény körül, olyan belső viszályok feszítették az iskola falait, aminek köszönhetően ketté szakadt a szülői és a pedagógusi közösség. Minden osztályteremben van egy évszakasztal, ami minden Waldorf iskolának minden osztályában megtalálható. Balla Beáta mutatja annak az új iskolának az épületét, amelyet a Mihály kertje kecskeméti Waldorf óvoda általános iskolából kilépő pedagógusok és szülők alapítottak. Beáta a Waldorf iskolának volt az igazgatója egészen addig, míg az intézmény fenntartója, a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület fel nem mentette egyik napról a másikra. Most az új iskola az Aranyliget Waldorf óvoda és gyermekközpontú általános iskola igazgatója lett. 65 diák jött el a Szarkási iskolából velünk, és igazából 13 pedagógus, 10 főállású és 3 óraadó, és itt kezdjük most a Kertészeti Egyetem botanikus kertjében bérelt termekben az idei tanévet. Az iskola 5 évre kötött bérleti szerződést a Neumann János Egyetemmel. Az intézmény fenntartója az Angyal Szíva Gyermekeinkért Alapítvány, amely a Szarkási Waldorf iskola szülői érdekképviseletéből nőtte ki magát. Az új tanintézményben a Waldorf pedagógia jegyében fogják tanítani a gyerekeket. Az óvodánk megkapta a Waldorf névhasználatot, az iskolánk viszont nem tudta, mivel minden évben február 15-éig kell leadni ezt a névhasználati kérelmet, és ebből tavaly ugye kicsúsztunk, így nem tudtunk nevet kapni, úgyhogy most egyelőre gyermekközpontú iskola vagyunk, de szeptember első hetében tervezzük, hogy beadjuk a névhasználati kérelmet. Balla Beáta elmondta, hogy minden feltételnek megfelelnek, megvannak a pedagógusok, az euritmia tanár, és a hármas tagozódás is működik, a szülői, a tanári, valamint a fenntartó együttműködése. Az épületben mind a 8 osztály elindulhat szeptembertől. Krizsai József, az egyik szülő pedig egy nagyon fontos eseményről számolt be stábunknak. Szeptember 29-én kerül sor a Cotton Club Singers Ó Budapest című jótékonysági koncertre, melyen Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrien, Fehér Gábor és László Boldizsár fog színpadra lépni. A koncert bevételét az énekesek az alapítvány számára ajánlják fel, hogy minél gördülékenyebben tudja az iskola elkezdeni az évet.
Mindeközben a Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf óvoda általános iskola még mindig küzd a Magyar Waldorf Szövetséggel a rendkívüli névhasználati felülvizsgálat ügyében. Információink szerint most az utolsó fellebbezési fázisban tart az eljárás, de nagy az esély arra, hogy elveszik a Waldorf nevet az iskolától. A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a 37 éves férfinek és 15 éves fiatalkorú társának, akik a megalapozott gyanú szerint két 17 éves lányt raboltak ki egy kecskeméti szórakozóhely közelében a Bagoly utcánál szombaton hajnalban. Információink szerint a fiatal gyanúsított megtámadta az egyik lányt, aki védekezésként megütötte, ezért a támadó elmenekült a helyszínről. A másik férfi azonban dulakodni kezdett a másik lánnyal, akinek végül elvette a telefonját. A járásbíróság a két román állampolgár letartóztatását rendelte el, mivel a nyomozóhatóság elől megszöktek, ezért szökésük, elrejtőzésük veszélye fennáll, valamint szerény anyagi körülményeik miatt feltehető, hogy szabadlábon engedésük esetén újabb bűncselekményt követnének el. A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, míg ellene a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, amelyről a kecskeméti törvényszék fog dönteni. A választás rendje elleni büntet miatt vádat emelt a jobbikos országgyűlési képviselő Farkas Gergely ellen a központi nyomozó főügyészség a kecskeméti törvényszéken. A Bács-Kiskun megyei 5-ös számú egyéni választókerület jobbikos képviselő jelöltje 2018 márciusában az országgyűlési választások előtt pénzt ajánlott az LMP képviselő jelöltjének. Mindezt annak ígéretében, hogyha visszalép a választástól, kifizeti neki a kampányra addig fordított 600 ezer forint költségét. Az LMP-s jelölt azonban ezt visszautasította. Az országgyűlési képviselő tagadja bűnösségét. Farkas Gergelyt az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki, miután mentelmi jogát a legfőbb ügyész indítványára a parlament felfüggesztette. A vádlott tettéért 3 év szabadságvesztést indítványoz az ügyészség. Jól haladnak a munkálatok az 54-es főút négy sávosításán, de év végéig még nem lehet használni a kibővített utat és a kerékpárutat sem. A teljes befejezésre 2020-ig kell várni. Az érintett szakaszon közel 6 km, 2x2 sávos út és majdnem 7 km kerékpárutat épített a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Az aszfalt réteg már a helyén van, az 54-es számú főutat érintő bővítési munkálatok nagy része már elkészült. A 2x2 sávosra növelt 5,7 km hosszú útszakaszt azonban még nem használhatják az autósok, ahogy a közel 7 km hosszú egyesített szervíz és kerékpárutat sem vehetik még birtokba a bicajosok. Az 54-es főút északi oldalán található kerékpárút az 5-ös főút és a 44-es főút találkozásától egészen az M5-ös autópálya vonaláig tart. Ez a szakasz biztosítja majd, hogy a helyi lakosok biztonságosan érhessék el az iparterületen található munkahelyeiket. A bicikli utak átvezetése miatt 4 új aluljárót alakítanak ki, a már meglévőt pedig meghosszabbítják. Az 54-es ezen részén a közlekedést 5 turbókörforgalom könnyíti, amelyből 3 teljesen új építésű, 2 pedig a korábbi körforgalmak kibővítésével valósult meg. A bővített 5,7 km-es útszakasz nem csak tehermentesíti a várost, hanem a déli iparterület megközelítését is javítja. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában több mint 8,7 milliárd forintból valósul meg. A teljes beruházás várhatóan 2020-ban fejeződik be. A tervezett ütemezés szerint azonban már 2019 év végétől használható lesz a kibővített út. És egy sporthír is jutott a híradó végére. Pontot szerzett az első NB1-es mérkőzésén az SG Kecskeméti Futsal. Ellenfele a tavalyi győztes 5. helyezett Nyírgyulaj KSE volt, bár az első félidőben vezetett csapatunk a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. Jól kezdte a találkozót a Kecskemét, már az első percben megvolt az első kapura lövés. Kovács próbálkozását védte a kapus. A folytatásban akadt helyzet mindkét oldalon, azonban az első gólra az 5. percig várni kellett. Egy szögletet követően Rutai lőtt a felsőbe.
Egy perccel később fekete lövése csattant a kapufán. Dominált a pályán a Kecskemét, a 9. percben Tombác indította a labdát, amit Kovács csúsztatott a kapu mellé. A vendégeknek is akadt helyzete, de a befejezés nem sikerült. A 7. percben Dobosi távolról próbálkozott, majd a túloldalon Tombácnak kellett tisztáznia. A folytatásban Móra és Macelka is alakított ki helyzetet, az állás azonban nem változott. 1-0-ra vezettünk a félidőben. A fordulást követően jobban kezdett ellenfelünk, átvette a játék irányítását, sorra alakította ki helyzeteit, azonban remekül védekezett a Kecskemét. A második félidő felére megtört a gólcsend, egy percen belül háromszor zördült meg a háló. Előbb Vasottó egyenlített, majd Rutai ismét előnybe hozta a hazéjakat. A középkezdést követően pedig azonnal egyenlített ellenfelünk. Fekete volt a gólszerző. A hátralévő időben a csapatok felváltva alakították ki az ittszereket, melyek azonban rendre kimaradtak. 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. És nagy boldogság az, hogy pontot szereztünk első NB1-es mérkőzésünkön. Azt gondolom, hogy ez egy óriási élmény volt, és egy óriási egy pont igazából ennek a klubnak az életébe. Nem pihenne sokat a Kecskemét, pénteken ugyanis már a második fordulós mérkőzését játsza. 3/4 héttől a Csömör ellen lépünk pályára idegenben. Ennyi fért kedden este a híres hírekben, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Iskola kezdésre visszaáll a forgalmi rend a Bem utcai körforgalomnál. Pár napja megkezdődött a csomópont aszfaltozása az aluljárónál, így iskola kezdésre már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Több mint 250 millió forintból újítják fel a Vacsi közt. Az utat 1 kilométeres szakaszon a Betlen körúttól a Sosztakovics utcáig állítják helyre. Az elmúlt években eddig 80 közművesített önkormányzati telket adtak el Kadafalván, ebben az évben pedig 54 újabb terület értékesítését hirdeti meg a Kikfor Kft. Hamarosan kezdetét veszi a 2019-2020-as tanév. Az intézmények felkészültek és a tankönyvek is időben megérkeztek, amiket a napokban osztanak ki a diákoknak. A híradó véget ért, de a hírórát a kiemelővel folytatjuk hamarosan, amelynek ma vendége lesz Garaci János Venezdíjas mesterszakács, akivel a legújabb életmű díjáról és arról is beszélgetünk, hogy hogyan lehet a modern világ fogyasztóit a hagyományos gasztronómiai értékekkel megfogni. Aztán bekukkantunk az idei legsikeresebb térségi fesztivál kulisszái mögé, és annak is utána járt televíziónk stábja, hogy miért tűntek el sok helyen már augusztus elején a gólyák. Mindenről és híreinkről olvashatnak a hírportálunkon, a cím híres.hu, vagy megnézhetik a híradó ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor éjszaka a képújság idejében, 2 óránként, valamint reggel 7 órakor és fél 9-kor, és a híradót teljes egészében újra nézhetik a kecskeméti.tv.hu weboldalon. Friss híres hírekkel holnap este 7 órakor kolléganőm várja önöket, nézzenek minket akkor is, most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Szerdán napközben a sok napsütés mellett már csak helyenként elsősorban északon fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A délkeleti szél helyenként élénk lehet, délután 29-35 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a legmelegebb. Csütörtökön főleg fátyol felhők szűrhetik a napsütést, a kialakuló gomolyokból egy-egy zápor, kisebb zivatar legfeljebb északkeleten alakulhat ki. Gyenge, mérsékelt lesz a délkeleti szél. A csúcs hőmérséklet 30-35 fok között alakulhat. Pénteken elsősorban az ország északkeleti, északnyugati területein alakulhatnak ki szorványos záporok, zivatarok. Ezeken a tájakon megélénkül, néhol megerősödik az északira forduló szél. Délután 28-34 fok valószínű, hétvégén meleg időre szorványos záporokra van kilátás.
155 évvel ezelőtt, 1864. augusztus 27-én Kecskeméten született Csősz József iparos, gazdasági főtanácsos. A kádármesterséget Lédeci Józsefnél tanulta, majd vidéki segédeskedés után hazatért szülővárosába, önállóvá lett, és kitűnő munkájával csak hamar a legjobb nevű kecskeméti iparosok sorába emelkedett. Aktívan részt vett a város közéletében is, 30 éven át szinte minden iparos mozgalom irányítója ő volt. A Kecskeméti Ipartestület munkáját, mint titkár, illetve mint főjegyző 20 éven keresztül vezette. Fő rendezője volt az 1901-es nagy sikerű Kecskemét vidéki iparkiállításnak, és komoly szerepet játszott 1905-ben az iparos otthon megépítésében. 1922-ben gazdasági főtanácsossá nevezték ki. 1938. november 26-án Kecskeméten hunyt el. Ahogy ígértem, folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Jó estét kívánok! Mai műsorunk vendége lesz Garaci János Venezdíjas mesterszakács, akivel legújabb életmű díjáról fogunk beszélgetni, és arról is kérdezzük, hogy ma a magyar gasztronómia milyen szinten áll, mind szakmailag és mind a fogyasztók körében. Aztán bekukkantunk az eddigi legsikeresebb térségi fesztivál kulisszái mögé, és távunk egy érdekes kérdésnek járt utána a műsor végén, méghozzá bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a gólyák évről évre korábban és idén talán nagyon korán augusztus elején eltűntek. Megnéztük, hogy mi lehet ennek az oka. Már is kezdünk. Helyben termett, kiváló minőségű élelmiszerek és egyedi kézműves termékek kavalkádjával találkozhattak Kecskemét főterén az arra járók augusztus 17 és 25 között. 22. alkalommal szervezte meg az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítást, amelyen idén 14 település mutatkozott be több mint 100 értékesítővel és kiállítóval, kóstolókkal, vásárral és kulturális programokkal. Nagy volt a sürgölődés múlt szombaton a Kossuth szobornál. Helyben termett incsiklandozó és egészséges élelmiszerek, szemet gyönyörködtető kézműves termékek töltötték meg a teret. 14 térségi település gasztronómiai és turisztikai kínálatával ismerkedhetett meg a közönség augusztus 17-e és 25-e között 9 napon át. Imáron 22 éve állít ki a Híres Hét Fesztiválon Kecskemét és térsége, és nagy örömmel készülünk az ügyben, hogy a térség hagyományát, kertészet és élelmiszeripari múltját bemutassuk, és a jelenét is természetesen, hiszen az a célunk évről évre ezzel a kiállítással, hogy a helyi termékeket népszerűsítsük. Sokan rácsodálkoznak ezekre a helyi termékekre, hogy ezek a termékek is itt állítódnak elő ebben a térségben. A gépipar ellenére is óriási mezőgazdaság és élelmiszeri potenciállal rendelkezik ez a térség, tehát mi ezt a tradicionális vonalat képviseljük, és szeretnénk, hogyha ez a vonala, ága is megőrződne a térségnek minél tovább. A kiállítás a térségi turizmust is ösztönözni szeretné. Ehhez a településeknek a helyi sajátosságaikat bemutató, jól eltalált arculattal kell előrukkolniuk. Ebben a kiállítók idén is remekeltek. Kovács Miklós kékfestő termékeit hoztuk az idén.
mint minden évben. Ő a településünk egyik díszpolgára. Miklós bácsi 91 éves, és még most is működő kékfestőműhelyen rendelkezik. Bárki megtekintheti, aki eljön Tiszakécskére nyitvatartási időben, megmutatja nem csak a termékeit, amiket gyárt, hanem magát az eljárást is, ahogyan készülnek a kékfestő termékek. Miklós bácsi az idén Kossuth díjat kapott, és a kékfestés az UNESCO világörökség részét képezi. Annak, hogy a termékhez köthető egy név és egy történet, óriási a varázsa. A standoknál mindezekről lehet beszélgetni, ami visszahozza a régi vásárok hangulatát, szemben egy mai nagyáruházi bevásárlás rohanó személytelenségével. Kálmán János név fonott üvegeket készít, szerintem gyönyörűek. Az idei kiállítás egyik kuriózuma minden bizonnyal Tisza Alpár kiállítótere volt. A nagyközség kínálata egy jurtában kapott helyet, ahová mi is bekukkanthattunk. Dr. Borvák Erzsébet Tisza Alpár aljegyzője vezette körbe stábunkat, Kálmán Jánosné Évike pedig azt is megmutatta, hogyan készülnek különleges üvegei, amelyek díszei lehetnek bármely ünnepi asztalnak. Népi hagyomány, ami a településen mai napig is föllelhető, ez a patkaporos bálnak, a tekerőlantnak, a citerának a gyönyörű hangzása. Hát ilyet hoztunk ide, és a Bársony Mihály népdalkör mutatja be Bársony Mihály hagyatékát, aki több mint 200 tekerőlantot készített, Amerikától kezdve Japánig megtalálhatók a tekerőinek itt. És a 70-es évek elejének néptánc mozgalmának egy keresett muzsikus volt a Mihály bácsi. A kiállítókat szakmai zsűri értékelte, a polgármesterek vagy a település képviseletében jelenlévő munkatársak pár szóban bemutatták az adott községet vagy várost, és kóstolót adtak kiemelt termékeikből. Kecskemét megyeljogú város nagydíját idén Jakab Szállás kapta. Minden település más és más, mindenkinek megvan a maga értéke, és ezeket az értékeket tudjuk bemutatni Kecskemétnek, illetve a Kecskemétre látogató turistáknak, vagy a másik kistérségi települések résztvevőinek. Valamint itt hasznos és hosszú távú barátságok kötődnek a kiállítók, a kiállításokon résztvevő emberek között, ami a hosszabb távon gondolkodásnak egyik alapja lehet. A települések képviselői sok esetben már régről ismerik egymást. A kiállítás alkalmat ad arra, hogy újra találkozzanak, és akár ötleteket lessenek el egymástól. Mikor itt találkozunk a társulási kiállítás alkalmával, akkor azért nagy szeretettel köszöntjük egymást, hiszen régi ismerősöket kiállításról, egyéb rendezvényekről köszönthetjük egymást. A kiállítás társ programjaként 5. alkalommal rendezték meg az Aranyhomok térségi lekvárversenyt. A térség lekvárja idén a csillagáni Zsos sárga barack lekvár lett. A díjnyertes terméket Kozma Márta, a Bács-Kiskun megyei kórház műtős munkatársa készítette. Erdélyből jöttem 2000-be, és Lajos Mizsén élek. És mióta főz lekvárokat? Gyerekkorom óta édesanyámmal folyamatosan, tehát otthon is, itt is. Van saját ribizli, fekete ribizli, mindenféle gyümölcs van a kertbe. Márta értékes nyereményt egy Weninger befőző automatát vehetett át, amelynek nagyon örült, hiszen éppen fontolgatta, hogy vásárol egy ilyen szerkezetet. A legjobban sikerült lekvárokat a közönség meg is kóstolhatta. Folytatjuk a műsort vendégünkkel, az életmű díjjal jutalmazott Garaci János Venezdíjas mesterszakács a stúdió vendége, akit a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét is megkapta munkásságáért. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a nézőket! Ugye önt, mint mesterszakást és mint vendéglátós szakembert elsősorban a Tanyacsárda üzemeltetőjeként ismeri szerintem a környékbeli és a térségi közönség. Mi az, amiért ön szerint egy életmű díjat ilyenkor az ember kap? Miért? Én azt hiszem, hogy a közönség most úgy ismer már, mint a Tanyacsárda, de azért voltam én Kecskemét is, meg voltam Aranyomok szállodában is, de ugye életem nagy részét, most már mondhatom, hogy 45 évet a Tanyacsárdában dolgoztam, és hát a legnagyobb öröm számomra ez a kitüntetés, és bár
Ugye nem említettük, a Gundel díjat, ezt megelőzte egy Gundel Károly díj, ami Magyarországon az egyik a szakmának, a vendéglő szakmának a legmagasabb fokozata. Aztán volt egy Venes József díjam, ami a szakács, az alapszakmámért 1980-ban megkaptam. Hát én azt hiszem, hogy valójában talán egy ilyen családi indítatás, a szülői ház, a helvéciai születésem, azok az emberek, akik között fölnőttem, és azok, amit láttam, és azokat a munkás embereket, ezeket én nem tudom elfelejteni. Valahogy erre születni kellett, szeretni kellett a vendéget, szeretni kellett, vagy örültem, ha egy jót tudtam a vendégeknek készíteni. És ha a visszajelzés alapján, vagy kihívott a vendég az asztalához és megköszönte, ezek mindig olyan inspirálók voltak, hogy az elmúlt, eltöltött, nem is tudom, 50-valahány évet a szakmában 1961 óta. És akkor itt én annyira örülök, hogy egy ilyen régóta szakmában lévő embertől, és egy helyben nagyon jól ismert gasztronómiai szakembertől kérdezhetem meg azt, hogy az, hogy ma a gasztronómia ezt a forradalmát éri, hogy televíziós műsorok segítségével emberek szakáccsá van zsálódhatnak, az, hogy bisztrók vannak, hogy a street food tombol, és hogy mindenki szeret enni, és hogy fogyasztunk. De ugyanakkor a gasztronómia forradalmán Laci bácsi típusú szakácsokat tényleg már-már méltatlanul, az élete utolsó végén méltatlanul élettünk. Így összességében ez az állapot, ez ön szerint jót tett a gasztronómiának? Jó irányba megy ma a magyar konyha? Talán úgy kell mondanom, hogy 50-50 százalék, meg kell ezt feleznem. Hisz a magyar konyha régen is, most is, de 15 évvel ezelőtt is, szegény Paul Bocuse nyugodjon, francia szakácspápa, aki Magyarországon járt, és személy szerint sajnos én nem tudtam vele találkozni, de őrzök egy-két művét neki, őrzök olyan fotókat róla, aki azt mondta, hogy a magyar konyha nagyon jó, csak nagyon jó kell művelni, és ezt minden országra vonatkoztatta. Hát így vagyunk mi is, de viszont hoztunk egy kis újat, és azt is mondhatom, hogy amikor én tanuló voltam, akkor is etalonnak már a francia konyhát hozták nekünk, akkor is vezető nagy hatalom volt a szakácstársadalomban, a főzéstudományban. Jelen pillanatban most is őket tartják egyik legnagyobbnak, de én azt mondom, hogy vannak olaszaink, vannak kínaiak, vannak tájföldiek és szingapúriak és akárkik, de ott vannak az északi országok, a skandináv országok, akik folyamatosan megnyerik most a Bocuse-d'Or versenyeket, és hát a gasztroforradalomra, hogy visszatérjek, 10 év óta ezt mi Magyarországon egy picikét, én úgy érzem, felfújtuk, hisz nem szabad lett volna úgy elindítani ezt a gasztroforradalmat, mert hisz kell a megújulás, kell az a fejlődési folyamat, ami egy-egy generáció, egy fiatal generáció fölnövése után, amit ő megszeretnek, fogyasztanak. De én még mindig azért vagyok legbüszkébb, hogy olyan vendégek jönnek el hozzám, és olyanokkal találkozok, akik már unokák, dédunoka szinten jön, és mondja, hogy itt volt az esküvőm, és Garaci úr megismere még, Séf úr megismere még. És ugyanazokat az ízeket akarják is. Ön csinálta az esküvőmet, és hát örömmel jövünk, mert ugyanazzal az ízekkel találkozunk, amit 40 évvel ezelőtt is találkoztunk. Garaci úr, a tanyacsárda az mindig is a magyar gasztronómiában, főleg ugye 20-30 évvel ezelőtt is a vidéki éttermeknek, vendéglőknek egy kiemelt pontja volt, egy követendő példa volt. Mi a titka ennek az étteremnek? Nagyon erősen őrzi a tradíciót, ezt azért tegyük hozzá. Van Bozsó terem, Hofi Gézáról neveztek el éttermet. Nyilvánvalóan ezek mind-mind olyan komoly vendégek, akik rendszeresen látogatták ezt a csárdát. Meg tudott egyébként újulni ebben a folyamatban a tanyacsárda? A hírességeket örömmel hallom, és nagyon sok volna, akit fel kellene sorolnom. Hogy azt említsem, hogy én 71-72-ben, amikor megkaptam az Aranyomok szálloda igazgatójától, dr. Gömbös Sándortól a lehetőséget, hogy kimehettem Bugacra a csárdának vezetőjének, szakácsának, és természetesen, hogy még két lehetőséget felajánlott mellette,
hogy elmehet János Japánba 3 évre, vagy Hollandiába 1,5 évre. És én, mint egyszerű helvéciai gyerek, a Bugacot választottam. És örök életemre, öröm maradt számomra. Vagy egy nyitott kérdés, hogy mi lett volna, ha esetleg Japánba elmegyek. Lehet, hogy most akkor én is a fúziós konyhával foglalkoznák, nem a magyar konyhának a klasszikusaival. De hát én úgy érzem, hogy én egy magyar vagyok, és a hagyományokat ápolva szeretném az utókornak, szeretném minél jobban azt, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől, tanítómestereimtől, hisz ezektől olyan ételeket tanultunk, vagy ahogy említettem Bugacon, azok a bugaci pásztoremberek, akik megtanítottak engem a nyárson sült csirkére, vagy később az ökörsütésre. Ezek mind-mind nem egyszerű dolgok egyébként. És ezekre fölkapják a fejüket az emberek, és annak idején a tanyacsárdában nem is tudom, hogy mennyire igényelték és szerették a vendégeket. Ugye ma, ha már említette a fúziós konyhát, a gasztronómia szeret, és én egyébként ezt a kifejezést nem szeretem, újra gondolni ételeket. De ez egy irány, és ezt is el kell fogadni, nagyon izgalmas dolgokat tud eredményezni ez a vonal is. De megjelentek a bisztrók, megjelentek a... Korábban ugye a pubok, a lounge-ok és a különböző inkább ilyen nemzetközi példákat követő műfajú éttermek. Emellett vajon a csárdának, mint olyan szónak, mert úgy érzem, hogy a csárda szó az ma már így ledegraládódott egy kamionos megálló helyé. Meg kellene újulnia? Van benne még tartalék? Én úgy érzem, hogy igen, minden évben és minden héten meg kell újulnunk ahhoz, hogy a vendégek visszatérjenek hozzánk. Hisz vannak a tematikus hétvégeink. Ezeken a tematikus hétvégeken egy-egy alapanyagból a magyar konyhának azokat a speciális ételeit próbáljuk, ami hát a történelem során folyamatosan voltak belőle, de ezeket egy kicsit megfinomítva, meg nem újra gondolva, bocsánat, én nem szeretem ezt a kifejezést, újat, nem újra, hanem újat, újat kell gondolni. Azokból a nyersanyagokból lehet újat gondolni. És épp a napjainkban néztem egy nagyon szép étlapot, nem akarom az étterem nevét, egyebet, de egy olyan ételt, amikor valamikor a Budapest Bélszínt készítettük, és adtunk benne libamájat, adtunk benne zöldborsót, adtunk benne gombát. Most ezt az ételt nem újra gondolva, hanem megújítva láttam, és gyönyörűen megtálalva egy borsó pürével, most nem egészben voltak a borsók, hanem pürének, a libamáj egy szép szelet volt a Bélszínen, nagyon ízlésesen megtálalva, külön voltak a gombák, külön volt egy kis paprikás mártás hozzá. Csodálatos volt. Azért mondom, hogy amikor olvasom, hogy a magyar gulyást újra gondolták. Hát kell azt újra gondolni? És aki visszajön 40 év múlva, vagy 50 év múlva Magyarországra, ezt a gulyást, vagy most visszajönne, és így találná meg, szintén nem akarom bántani azokat a kollégákat, akik ezeket így, de hogy a hagymát 3 óra hosszán keresztül kell szuvidálni hozzá, a húst faszénparázson meg kell előtte sütni, pirítani. Szóval ezek ilyen alapvető fogások, de ez nem hiszem, hogy a magyar gulyásnak jót tesz, meg hogy újra lehet így gondolni. A magyar gulyás, aki azt megalkotta, az egy komoly szakács, szakember volt, azt hagyjuk nyugodtan békében a síljába, mert ilyenkor forog. De én, ha a nevemet adom mellé, hogy Garaci Módra, vagy XY nevet kitalálok, akkor nem újra gondolom, hanem újat gondolok, és a vendégek ezért jönnek vissza. Garaci úr, lejárt a műsoridőnk, egy nagyon rövid választ kérek, ha ma egy külföldi vendégem jön hozzám, és azt mondja, hogy valami magyarosat ajánljak neki, ön most mit tenne le elé vacsorára az asztalra? A halakból mindenféleképpen, hisz azt mondtam, hogy nemzetközi konyhánk van, azért magyar halakat főként, mert azért jön, hogy Magyarországon legyen, a paprikásokat, egy jó gombás harcsapaprikás, vagy egy gombás szürke marha ragut. Ezt lehet tésztával, lehet szalvétagombóza, zöldséges széles metéltel, lehetőség szerint házi dolgokkal, amiket meggyúrunk, mert mi azért a tésztákat is elkészítjük saját. Hát, én csak remélem, hogy maradtak nézők a képernyő előtt, és nem szaladtak el a hűtőhöz, vagy valamelyik étterembe. Garaci Jánosnak nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és sok jó ételt kívánok még nagyon önöknek. Szépen köszönöm én is a lehetőséget, és remélem, hogy így jókat tudtam a kedves vendégeknek. Mi pedig folytatjuk a kiemelőt.
A megszokottnál hamarabb vonultak el idén a gólyák Magyarországról. A korai indulás oka nem teljesen ismert, azonban szakértők szerint ez a szeszélyes időjárásnak is köszönhető. A népi megfigyelés szerint a gólyák augusztus 20-a körül szokták elhagyni az országot. Idén azonban jóval előbb a megszokottnál, már közel egy hónapja útnak indultak. Márton András gólya szakértő elmondta, hogy idén májusban és júliusban annyira rossz volt az időjárás, hogy a fészkelő gólya állomány fiókáinak közel fele elpusztult. A szülők gyerek hiányában teendő nélkül maradtak, így hamarabb elindultak Afrikába. A szeszélyes meteorológiának köszönhetően a hideg, a jégeső vagy akár egyes helyeken a hó is elősegítette a madarak távozását. A legtöbb fészekben megmaradt a csapadék nagy mennyisége, így a fiókák megfulladtak. Márton András szerint a kiszámíthatatlan időjárás a jövőben befolyásolni fogja a madarak helyzetét. Ez lehet, hogy romlani fog úgy, hogy a madarak nem tudnak tudni eljönni idáig, mert Afrikában a Szahara is szélesedni fog tőle, vagy itt nem fognak maguknak táplálékot találni. A gólyák populációja azonban más okok miatt is csökkenhet. Egy felnőtt gólya felszálló meleg levegő áramlatát kihasználva hatalmas siklással egyszerre több száz kilométert tesz meg. Optimális körülmények között 2-5 nap alatt jut el Boszporuszig, onnantól pedig körülbelül 7 és 10 nap közé tehető, még leér Afrikáig. Ha azonban bármilyen probléma adódik, a mintegy 2 hét helyett akár másfél hónapig is tarthat a vándorút. Ezzel szemben a kis gólyák napi 50-100 kilométert mennek csak egyszerre, majd lepihennek, mely elég nagy veszélyt tartogat számukra. Ez a legveszélyesebb időszak rájuk, ugyanis amikor így vonulgatnak, tehát így sodródnak még csak Boszporusz irányába, akkor esténként, alvóhelyként a többnyire a szigeteletlen 20 000 voltos villanyoszlopokat választják a szántóföldeken, egyébként. Nagyon sok olyan kép kerülünk ilyenkor, sajnos valós képek, hogy egy-egy oszlop alatt 5-10-20 tetem van. Tehát most is Szerbiából is jöttek ilyen képek, Magyarországról is, de Törökországból is, hogy 40-50 tetem van már egy oszlop alatt. Európa fehér gólya állománya mindezek ellenére nem csökken. A madarak legnagyobb része Ukrajnában, Lengyelországban és a balti államokban van. Magyarország gólya populációja is elég magas a környező országokhoz képest, ez főként a síkvidéknek köszönhető. Ausztriában és Szlovákiában a hegyek miatt sokkal kisebb az állomány. Az egyelőre biztató számok ellenére is sajnos bekövetkezhet az, hogy a gólyákkal is ugyanúgy járunk, mint a fecskékkel. Így csak reménykedhetünk abban, hogy az időjárás nem fogja befolyásolni a gólyák maradását. Archív anyagokból válogattuk össze a következő több mint 10 percet, az Annó magazinunk következik. Kedves nézőink, Párizs egyik külvárosa, Árkölj, 1976 óta Kecskemét testvérvárosa. A francia főváros munkás negyedeként számon tartott, mintegy 20 000 lakosú településsel való együttműködés az első években nem csak a vezetők találkozásaira korlátozódott. A két város sakkozói, a bélyeggyűjtő, valamint a fotószakkörök eleven kapcsolatot tartottak, de az oktatási intézmények között is szoros együttműködés formálódott. 30 évvel ezelőtt, 1989 nyarán a Kecskeméti Televízió forgató stábja is járt Árkőben. Munkatársaink összeállítást készítettek a testvérvárosról, a két település különböző kötődési pontjairól. Az Annó mai adásában ebből láthatnak néhány részletet. Július 13-án a menetrend szerinti Budapest-Párizs-Malév járattal a Kecskeméti Városi Tanács háromtagú küldöttsége, dr. Adorján Mihály tanácselnök, Baltás Gézáni tanácstag és Mester Barnabás, a Katona József gimnázium igazgatója érkezett Orli repülőterére, ahol Marcel Trigon polgármester vezetésével Arkőj,
Kecskemét testvérvárosának képviselői fogadták őket. Ez alkalomból jutott el forgatócsoportunk is Franciaországba, hogy a testvérváros bemutassa a kecskeméti nézőinek. Ez azonban nem bizonyult egyszerű dolognak. Ha kinéztünk szállodánk ablakán, bizony zavarba jöttünk. Előttünk a Párizs-Lyon autópálya 8 sávján a nap 24 óráján keresztül megállás nélkül hömpölygött a szédítő forgalom, mögötte végeláthatatlan épülettömeg, melyből csak néhány toronydaru és az Eiffel-torony jól ismert sziluettje emelkedik ki. Hol is van Arkölly? Hát magyar fogalmak szerint sehol nem találtunk olyan várost, amely annak rendje módja szerint főtérrel, bevásárlónegyeddel, lakónegyedekkel, ipari övezettel, intézményekkel rendelkezik, majd jól körülhatárolhatóan szántóföldekben végződik. Arkölly és rajta kívül a többi Párizs környéki város nem ilyen. Valamikor az 1800-as évek közepén még hagyományos kis városka állott ezen a helyen, a városhatáron úgy, mint ma is, az akvaduknak nevezett viaduktal, amely a Párizsba vezető vízvezetéket tartotta egészen a római kortól. Párizs viszont nem látszott ide, bár az itt élők legnagyobb részt abból éltek, hogy a főváros gazdagjai számára mosást vállaltak. Ezek a képek a régi Arkölyi városháza tanácstermét díszítik. Ma az épületben ünnepélyes házasságkötéseket rendeznek, és itt székelnek a jelentősebb arkölyi egyesületek is, közöttük a Kecskemét Arkölyi Baráti Társaság is. Itt rendeztek fogadást a kecskeméti küldöttség számára is. Ebből az alkalomból kérdeztük meg az egyesület néhány tagjától, miért ápolják a kecskemét arkölyi kapcsolatokat. Ön miért lépett be ebbe az egyesületbe? Qu'est-ce que vous avez fait participer à cette association? Moi, j'ai trouvé que l'ouverture sur le monde n'était pas inintéressante. Világra való nyitás érdekes. Hogy mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy olyan embereket ismerünk, akik más, megismerünk, akik másképp élnek, mint mi. És amikor Arkölynek ilyen kezdeményezései voltak, akkor én a lehető legtöbb ilyesmiben részt vettem. Én a kozmosszal foglalkozom, a világűrrel pontosabban. De ebből az következik, hogy országokat is gyűjt az ember. És Magyarország is, mint a kozmosznak egy része. És j'essaye de reconstituer la collection complète hongrique qui était difficile, mais de igyekszem Magyarországról a teljes gyűjteményt összegyűjteni. J'aimerais poser la question, qu'est-ce que vous savez sur Kecskemét? Je crois que je ne sais rien. Azt hiszem, hogy semmit nem tudok. Mais j'ai regardé l'exposition de dessin. Megnéztem a grafikus kiállítást, a magyar grafikusok kiállítását, a kerámia kiállítást, és nagyon érdekesnek tartom. Egy művész szövetségnek voltam a vezetőségi tagja, és úgy gondoltam, hogy az egész világ művészeinek érdeke, hogy találkozzanak egymással. És azt hiszem, hogy találkozhatunk majd kecskeméti művészekkel is. Már láthattuk azt hiszem a naív festészet múzeumának a kiállítását, és egy nagyon szép kiállítást, ami gyönyörű kerámia kiállítás volt, és a professzor grafikáit, ami tényleg nagyon mély emléket hagyott bennünk. Remélem, hogy egy napon lehetőség lesz arra, hogy az Arkölyi művészek munkáit Kecskeméten bemutassuk. A régi városháza épületével szemközt a tér túlsó oldalán látható az Arkölyi Saint-Denis templom, amely arról híres, hogy a párizsi Notre-Dame kicsinyített mása. Építését hasonló időpontra, az 1300-as évekre teszik. Persze azóta többször változtattak rajta, de az eredeti arányok megmaradtak. Sajnos a városnak nem jut elég pénze arra, hogy a szükséges renoválásokat elvégeztesse,
de a jelenleg is folyó felújítás közepette is gyönyörködhetünk a gótika e miniatűr remekében. A rendőrség megfigyelő léghajója egy kommunista város Arkő fölött lebeg. Az ott élők 1935 óta folyamatosan a kommunisták jelöltjeit választják túlnyomó többségben a város tanácsába. A helyi politika ennek megfelelően kiemelkedő figyelmet fordít a munkások, kisemberek életkörülményeire. A város vezetői igen büszkék lakáspolitikájukra. Az itt élők egyharmada él bérlakásban, amit komoly vívmánynak tartanak. A lakások hasonlóak ahhoz, mint amilyeneket mi is megszoktunk, van panel, sorház és családi ház is. Utóbbi magántulajdonban. Az itt élők zöme Párizsba jár naponta metróval dolgozni, a gyermekeket a nyár nagy részén át kénytelen óvodában hagyni. A helyzet lényegében hasonló, mint nálunk, az alapvető különbség első látása nem feltűnő. 8 gyermek jut egy-egy gondozóra. Még ennél is jobban hasonló az időskorúak helyzete a miénkhez. Madame Dufreville lakása akár a kecskeméti Margaréta otthon nyugdíjas házába is pontosan beillene, bár az egészségügyi ellátása nálunk jóval nagyobb gondot fordítana. Méltán büszkék viszont az arkőiek egészségügyi központjukra. Ezt a város létesítette hasonlóan Franciaország másik 600 városához, hogy a központi ellátáson túl javítsa az itt élők kiszolgálását. A város a működtetést is komoly összeggel támogatja. Így az arkőiek igen kultúrált, nyugodt körülmények között kereshetik gyógyulásukat, s az általános gyakorlattól eltérően gyógyításuk költségeit nem utólag kell megigényelniük a társadalombiztosítástól, itt minden eleve ingyenes a jogosultak számára. Az egészségügyi központ előtti játszótér és park különösen érdemes figyelmünkre. Így is lehet rendben tartani egy ilyen célra szolgáló területet, bár a teljességhez hozzátartozik, hogy éjszakára bezárják, hogy megvédjék a rongálóktól. Park gyönyörű, ápolt bokrai között ismerős tárgyra bukkanunk. Azonnal felismerhető a matkói Polyák Feri balta kezelése a messziről ide került szobron. De nem csak ez emlékezteti a francia testvérváros lakóit Kecskemétre. Szépen ápolt sportpályájuk jelzi, itt is népszerű a foci, s mellette az újabb sikersportág a tenisz. Megfontolandó tapasztalat, a focipálya gyepére nagyon vigyáznak, ugyanakkor gondolnak a gyermekekre is, műfüves grundjuk elnyűhetetlen, ide bármikor bárki jöhet játszani, teljesen ingyen.
Nálunk azonban egyelőre még magasabb szintű a labdarúgás, mint a 20 ezer lakosú Arkölyben. Az akvadük tövében álló jellegzetes francia kiskocsmában azonnal felderül a vendégek arca, mikor hallják, hogy Kecskemétről jöttünk. Jól elvertétek a mi foci csapatunkat, mondják, láthatóan nincs azért harag, jó szívvel, szeretettel várják az ide látogató testvérvárosiakat. Érdemes kipróbálni. Az Annó után már a mai friss híreket foglaljuk össze újra, egy percben következik az Esti Gyors. Iskola kezdésre visszaáll a forgalmi rend a Bem utcai körforgalomnál. Pár napja megkezdődött a csomópont aszfaltozása az aluljárónál, így iskola kezdésre már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Több mint 250 millió forintból újítják fel a Vacsi közt. Az utat egy kilométeres szakaszon a Betlen körúttól a Sosztakovics utcáig állítják helyre. Az elmúlt években eddig 80 közművesített önkormányzati telket adtak el Kadafalván, ebben az évben pedig 54 újabb terület értékesítését hirdeti meg a Kikfor Kft. Hamarosan kezdetét veszi a 2019-2020-as tanév. Az intézmények felkészültek és a tankönyvek is időben megérkeztek, amiket a napokban osztanak ki a diákoknak. Új iskolát alapítottak a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda általános iskolából kilépő pedagógusok és szülők. Első viszályok feszítették az iskola falait, aminek köszönhetően ketté szakadt a szülői és a pedagógusi közösség. A hírórát, benne a híradót és a kiemelőt látták kedden este. Holnap is várjuk Önöket friss tartalommal, 7 órakor kezdődünk a híres hírekkel, ahol elmondjuk a legfontosabb aznapi történéseket, azután pedig a kiemelőben egészen 8 óráig számos háttérinformációval és érdekességgel várjuk Önöket szerdán este is. Én megköszönöm mai figyelmüket, további jó tévézést kívánok, szép estét, viszontlátásra! Thank you.